Az esős időszak nem könnyíti meg az autósok életét. Az autós iskolákban csak elméletben tanítják, pedig érdemes lenne gyakorlatban is felkészülni az zuhogó esőben történő vezetésre. Ilyenkor a fékút a száraz úthoz képest a kétszeres érenő, a látási viszonyok csökkennek, ezért a tökéletes reflex is kevés, ha sem az autó, sem a vezető nincs felkészítve az ítéletidőre. Leggyakrabban a követési távolság be nem tartása miatt koccanások, nem figyelnek oda, nem az út, időjárási viszonyok megfelelően választják meg sebességeiket, esetlegesen nem vesznek észre közlekedési táblát, mondjuk egy elsőbségadás, egy stop táblát, ebből szokott lenni a legtöbb probléma. Fontos rendszeresen ellenőrizni az abroncsokban a levegőnyomást és a profilmészségét. Ha ezek rendben vannak, tehát a gumik mélyebb, mint 1,6 cm. már sokat javítottunk a balesetek elkerülésének esélyein, hiszen a vízelvezető bordák ki tudják szorítani maguk alól a vizet. Tisztában kell lenni a járművük sajátosságaival, tehát a tömegével, illetve méretével. Itt be kell tartani a a sebességhatárokat, azon kívül, tehát amikor az út és látási viszonyok megváltoznak, még óvatosabban közleked, kell közlekednünk. Esőben sokszor találkozhatunk a vizenfutás jelenségével, vagyis az aquaplaning -e. Ez akkor jelentkezik, amikor az utat borító vízfilm miatt hirtelen megszűnik a kapcsolat a gumik és az aszfalt között. Erre nagyon nehéz felkészülni, ilyenkor egyetlen apró kormánymozdulat is elég lehet ahhoz, hogy ne a mellettünk haladónak. Ilyenkor nem szabad a fékre lépni és eltekerni a kormányt, mert amikor ismét talajt érnek a gumik, hirtelen váratlanul válthat irányt az autó. Ilyenkor a legjobb megoldás óvatosan visszavenni a gázból.